soha nem gondoltam volna, hogy egy elektromos robogót megkedvelek, de most ezzel a Daytona e-Vibe-ből elektromos robogóval ez történt. Most már negyedik napja használom, és majd, hogy nem azt érzem vele, mint amikor a kis Rebelt teszteltem, hogy felugrok rá, és már megyek is. Nézzétek, milyen kis szép. Csomóan azt mondták, hogy olyan, mint egy Vespa, ami azt hiszem, hogy dicséretnek számít, és a színe is nagyon tetszik mindenkinek. De akkor nézzük meg közelebbről. Sokan kérdezték, hogy ez milyen motor, honnan származik, biztos kínai, de aztán találtam egy bizonyítékot rá, hogy talán, lehet, hogy Kínában gyártják, de igazából görög származású, amit onnan lehet jól látni, hogy az ülés alatt találtam. A ülést azt ugye úgy nyitjuk ki, hogy érintésmentes kulcs, vagy nem is tudom, minek hívják. Elfordítjuk a seat állásba ezt a kapcsolót. Meg kell nyomni. És megnyomtuk, felnyílik az ülés. Az ülés alatt, amit találunk, az a két nagyméretű akkumulátor. Ott lehet kikapcsolni. Akkor, hogyha ki szeretnénk szerelni. De nem kell kiszerelni, mert van hozzá töltő, amivel simán be tudjuk dugni a falba, a 220-ba az akkumulátorokat, mégpedig itt ennél a kapcsolónál kell rá csatlakozni, és így egyszerre tölti mind a két akkumulátort. Ez nagyon praktikus egyébként. Tényleg otthon hazamegyek és rádugom a konnektorra, de mondom, aki esetleg nem olyan helyen lakik, hogy a garázsában van hely arra, hogy konnektorba dugja a motort, hanem például panel lakásban, az megfogja, kikapcsolja, kihúzza, és felviszi a akkumulátorokat, és akkor ugyanezzel a töltővel be lehet dugni. Ugyanez a csatlakozó megy ide, és fel lehet vinni, és otthon feltöltöd reggel, meg berakod, és elindulsz vele. Szóval ez nagyon praktikus, de nem erről beszéltem, hanem arról, hogy itt találtam egy táblát. Yuhuang, hát az ugye eléggé ilyen keletinek tűnik, de mégis a forgalmazó az görög, és az importer is görög. És a Made in PRC, az nem tudom, hogy mit jelent, szégyen szemre. Görögországban egyébként nagyon népszerű ez a modell, és hogyha a görögöknél jól működik, akkor nyilván Magyarországon is praktikus lehet. A Daytona e-Vibe-ból egyébként a tavalyi évben a legnépszerűbb elektromos robogó volt. Megelőzte a Niut egyel. Összesen 23 darabot adtak el a Daytona e-Vibe-ből. 22-t a Niu egyik modelljéből, és a harmadik helyen a BMW CN4 áll. A Daytona e-Vibe-t egyébként 2021-ben dobták piacra, és nagy előnye, hogy a teljesítménye az vetekszik egy A2-es motornak a teljesítményével, de A1-es jogosítványon is vezethető, így aztán 16 éves kortól már lehet vezetni ezt a motort. Rendszámos, és egyébként nagyon jól megy. Én nekem legalábbis semmi problémám nem volt vele. Szerintem jól gyorsul. A kezelőszervei egyébként hasonlóak egy bármilyen motoréval. Miután rendszámos motor, ezért lehet vele menni autópályán is. Eddig én nem mentem vele. Annyira fürge, meg annyira kis kecses, meg karcsú, hogy teljesen jól lehet vele közlekedni a városban, és igazából megspórolom azokat a kilométereket, amiket a nulláson kerülnék. A másik pedig az, hogy a végsebessége az ilyen 80 km/h körül van, bár a gyári adatok szerint a 100-at megközelíti, nekem lejtőn hátszélben 82 volt a maximum, és akkor csumára húztam a gázt. Érdekes benne, hogy ahogy fogy a töltöttség, akkor egyre kevésbé gyorsul. Egyre lomhább lesz, és egyre nehezebben tudod elérni a végsebességet.
Nekem az volt a nagy félelmem, vagy hát még mindig az az elektromos robogóval, hogy nem tudom, hogy meddig tart az akkumulátor, mikor fog kifogyni, és hol tudom feltölteni. Azért is van nálam most is a töltője, hogy ha bármikor ilyen baleset történne, hogy kifogy a szufla, akkor valahol keresek egy konnektort és rádugjam. Egyelőre nem mentem vele még annyit távolságban, hogy ez kiderüljön. Állítólag 80 kilométert megbír tenni egy töltéssel, de nekem valahogy így 40 kilométeren belül mindig hazaértem, és akkor mindig bedugtam. Úgyhogy ezt nem sikerült kitapasztalnom, de egyébként a 40 kilométer alatt azért elég sokat lehet menni a városban. Úgyhogy szerintem a 80 kilométeres határ az teljesen jó. Daytona E-Vibe különlegessége a többi robogóhoz képest, hogy ez a robogó nem agymotoros, mint általában a robogók. Tudjátok, itt hátul szokott lenni a kerék környékén a motor elhelyezve, hanem ez középmotoros, amitől a motornak a súlypontja középre kerül és alulra. Ettől sokkal jobban lehet manőverezni vele, teljesen jó a súlyelosztás, sokkal könnyebb kanyarodni, és ráadásul emiatt ugye szükség van egy láncra, ami meghajtja a hátsó kereket, de ezt pedig egy szíjhajtással oldották meg, ami viszont egy nagyon csendes és gondozásmentes megoldás. Ráadásul a nagy motorokhoz hasonló, nekem a Harlin is szíjhajtás van. Szintén a jó manőverezhetőséget, illetve a városi közlekedést segítik elő a nagy kerekek. Mondjuk nekem egy kicsit keménynek tűnt a futóműve, tehát mégiscsak egy kicsit dobál, de hát ennyi meg kell. A kis fejidom az egyébként nem tudom, hogy mire jó, nekem körülbelül a hasam közepére veri a szelet, tehát igazából ez csak ilyen dizájnerem. Nagy előnye egyébként, hogy utassal is használható, én is megmotoroztattam rajta a kislányomat, teljesen jól leért a lába a hátsó lábtartóra, és imádott rajta ülni, bár azt mondta, hogy a hátsó ülés az egy kicsit kényelmetlen, kemény, és hát csúszik hátrafele. De hogyha felrakunk hátra egy dobozt, ami mindenképpen szükséges, hogyha szállítani szeretnénk valamit, vagy egyáltalán a bevásárlást megoldani, akkor az hasznos lehet. Ugye az ülés alatti kis tárolóhely az nem túl sok. Viszont, mint általában a robogókon, itt is van ez a kis kampó, amire egy szatyrot vagy kisebb csomagokat azért rá lehet akasztani. Szintén van egy kesztyűtartó, ez nagyon praktikus, amikor a kesztyűmet levettem például, amikor beszaladtam a postára, akkor oda be tudtam rakni. Illetve van itt egy másik rekesz is, ami zárható, és ebben találunk egy USB töltőt is, ahol tudjuk tölteni menet közben a
telefonunkat. Bár mondjuk én arra gondoltam, hogy ha itt töltjük a telefont, akkor az is fogyasztja az akkumulátort. Az egyik első kérdéseim között volt az, hogy ha megállok vele a városban, akkor ott merjem-e hagyni, vagy el fogják tolni, de jó hír, hogy alapáras felszerelés a riasztó, illetve van eltolásgátló is a motorban, alapáras a kulcs nélküli indító, illetve ha már az alapáras dolgoknál beszélünk, akkor a színes LCD kijelző, a fékerő elosztó és a tempomat is. Az ára is egészen kedvező, 1.490.000 forintba kerül, ami az A2-es kategóriás 125 köbcentis robogókhoz képest teljesen versenyképes ár, és hogyha azt vesszük, hogy utána nincsen rajta más költség, akkor szerintem nagyon baráti is. Nem mondom, hogy most rohanok és veszek egyet, de én nagyon megszerettem ezt a kis motort. Jól gyorsul, könnyű vele menni, praktikus a városban, második motornak, illetve ingázásra, ilyesmire nagyon jó. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkold, és kövess be minket itt a YouTube-on, és keresd meg minket a közösségi felületeinken, és természetesen olvasd rendszeresen a csajokamotoron.hu oldalt is. Örülök, hogy megnézted, sziasztok! Most hazaértem, fogalmam sincs, hogy mennyit mentem. A 160 kilométer az talán az összes eddig megtett kilométer, azt nem én tettem meg, hanem annyi van a robogóban. Illetve amit figyeltem, hogy minden egyes újrainduláskor újra kezdi számolni a kilométereket, és én ezt nem figyeltem, úgyhogy nem tudom, hogy mennyit mentem eddig a motorral, de az látszik, hogy lejjebb ment két egységnyit. De hát egy kicsit több, mint a fele töltés még benne van a motorban, de egyébként most hazafele már ilyen 65-nél nem tudtam gyorsabban jönni, hiába húztam tövig a gázt. Nem is tudom, minek hívják a gázt az elektromos motoron, mert az nem gáz, bár mondjuk a benzines motoron se gáz, de mindegy. Na, szóval az a lényeg, hogy most hazaértem, és bedugom a konnektorba, ami úgy néz ki, hogy már kivettem a ülés alól, és megpróbálom egy kézzel bedugni. Kiderül, hogy ez egy egykezes produkció, de nem, de bedugom ide, és a másik felét pedig bedugom a konnektorba, ide, össze van tekeredve, és nem ér el idáig. Igen. Na, és így néz ki, amikor a motor töltődik.